Ebben a mostani videóban a hajhullástról lesz szó, és arról, hogy hogyan tudjuk megállítani és visszafordítani a folyamatot. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A hajszálaink nagyrészt kreatinból állnak, ez egy fehérjeféle, ami a bőrünkben és a körmeinkben is nagy arányban fordul elő. Jó, ha tudjuk, hogy mivel a meleg a fejbőrnél is stimulálja a vérkeringést, ezért melegben a hajszálaink gyorsabban nőnek, mint ugye a hidegben. Érdekesség az is a hajszálainkkal kapcsolatban, hogy nedvesen akár 30%-kal is meggyúlhatnak eredeti állapotukhoz képest. Egyébként a föld lakosságának csupán 2%-ának van természetes szőkehaja, 1%-nak pedig természetes vörös, míg a többi embernek sötét a hajszíne, tehát barna vagy fekete. A hajszálainkból vissza lehet következtetni a táplálkozásunkra is, meg lehet például belőlük azt állapítani, hogy mit ettünk, mit ittunk, és azt is, hogy milyen környezetben élünk. Tehát például egy tetthelyen ott hagyott hajszálból sok mindent meg tudnak állapítani a nyomozók az elkövető életmódjáról, táplálkozásáról, amiből következtetni tudnak ugye a jellemére. A hajhullás és a kopaszodás hátterében szinte minden esetben a hormonok nem megfelelő működése áll. Először is okozhatja a hosszú távú magas inzulinszint. Ugye az inzulin is egy hormon, ami a túl sok szénhidrát fogyasztás hatására válhat magassá az évek során. Másodszor a hajhullást okozhatja a hosszú távú magas kortizol hormon szint is, amely az éveken át tartó stressz miatt magas a testünkben, illetve ennek következtében alakulhat ki a foltos hajhullás is, ami egyébként egy autoimmun betegség. Harmadszor okozhatja az IGF hormon magas szintje, ami egy a máj által termelt hormonféle, amelynek a szintje elsősorban a light, illetve a szója termékek fogyasztásának hatására nő meg a testünkben. Negyedszer pedig a magas ösztrogén szint is hajvesztést okozhat, ami például a fogamzásgátló tabletták, a szójatermékek, a legyengült máj, a dohányzás, az alkohol és a koffein miatt nőhet meg, illetve terhesség alatt is megnő az ösztrogén szint. A hét legfontosabb mikrotápanyag a hajszálaink számára a kollagén, a cink, a biotin, a B6 vitamin, a réz és a nyomelemek többsége, illetve a szilícium-dioxid. Tehát ha a hajhullást akarjuk megállítani, akkor belőlük célszerű minél többet pótolni, lehetőleg természetes forrásból. Ha csak a hajvégek töredezettek, de amúgy nem hullik a hajunk, az csak a részhiánynak a jele, ha pedig csak nagyon gyengék a hajszálak, akkor ugye a szilícium-dioxidot kell pótolni, amiből kaphatok étrend kiegészítők, például a perui kovaföldben van sok belőle. Nézzük meg most 5 olyan ételt és életmódbeli változtatást, melyek segíthetnek abban, hogy visszafordítsuk a hajhullás folyamatát, hogy megerősítsük a hajhagymákat, a hajszálakat és hogy a töredezettséget megszüntessük. Az első fontos változtatás, amit sokan megtesznek, akik tényleg vissza akarják kapni régi fiatalos hajukat, az kizárni azokat az ételeket, amelyek leginkább okozzák a problémát. A hajszálakat és a hajgyökereket leginkább roncsolják a cukor, a többszörösen feldolgozott modern ételek, a transzsírsavak, melyek például ugye a gyorsértelmi ételekben fordulnak elő, az alkohol, a dohányzás és a túlzott kávéfogyasztás is. A második lépésben célszerű 3 ételcsoportot megemelni a táplálkozásunkban. Az első csoport a magvak, mint a tökmag, csiamag, lenmag, a kendermag, mivel bennük ugye nagyon sok jó minőségű zsír van, ami jót tesz a hajnak, illetve a cink, mely nyomelem elengedhetetlen a hajunk egészségéhez és fejlődéséhez. A második csoportban az omega-3 zsírsavak tartoznak, melyek főként a halételekben vannak, illetve lehet pótolni is külön az omega-3 zsírsavakat, például krillolaj fogyasztással is. A harmadik ételcsoport pedig a magas vastartalmú ételek, mint például a csirke és marha máj, a spenót, a kagyló és rákfélék, illetve a spirulina alga. A harmadik a húslevesli, ami mivel ugye rengeteg fehérjét, aminosavat és kollagént tartalmaz, ami a hajszálak és a bőr is nagyon jól tud hasznosítani. Készíts húsleves többfajta húsból, marha, velős és csontos húsokból, illetve bőrös, szárnyas húsból, hagyd állni a húsokat almetszetes vízben 2-3 órán át, majd főzz fel őket, adj hozzájuk sok zöldséget és főzz lassú lángon 10-12 órán át. Majd utána szűrd le a levet, tartsd hidegen, majd naponta igyál belőle többször. Fogyasztás előtt melegítsd fel ugye egy picit.
A húsleveslé nagyon jót tesz a gyomornak és a beleknek is, nagyon jó tápláló egyben, a szénhidrátok helyett sokkal a jobb energiaforrás, tehát fogyókúra alatt is fogyasztható. A negyedik a sörélesztő, amiről sokan számolnak be, mint nagyon jó kiegészítő ételről, hajhullás és kopaszodás esetén. A sörélesztőt legegyszerűbben tabletta formában lehet bevinni minden nap étkezés közben. A sörélesztő nagyon jó B-vitamin forrás, tartalmaz az összes B-vitamint, nagy mennyiségű B-vitamin van benne, illetve ami ennél is fontosabb, hogy jó felszívódó formában. A sörélesztőben magnézium és cink is van, amelyek ugye ugyancsak fontosak a hajszálak fejlődéséhez. Az ötödik és egyben utolsó az három életmódbeli változtatás, amely sokat javíthat az állapoton. Az első a stressz csökkentése, mivel a stressz hatására ugye megnő mind a kortizol, mind az androgén hormonok szintje, melyek fokozzák a hajhullást. A stressztűrő képesség növelését az életmódbeli változtatásokon túl segíti az asvaganda, a tulsi és a rózsagyökér gyógynövényeknek ugye a kivonata, illetve a korábban már említett sörélesztő is. A második fontos életmódbeli változtatás az az alkohol és a dohányzás visszaszorítása, abbahagyása, amennyiben ugye dohányzunk, vagy ha túl sok alkoholt ugye fogyasztunk. És a harmadik fontos életmódbeli változtatás lehet az a bio és natur kozmetikumokra való átállás, tehát használj olyan samponokat és kondicionálókat, amelyek természetes anyagokból készülnek. A hajhullás lelki okait is érdemes felkutatni, megismerni és változtatni rajtuk. A hajhullás oka férfiaknál elsősorban a hatalom és a befolyás elvesztését mutatja. Például amikor a nő lesz az úr a házban és a párkapcsolatban, akkor előbb-utóbb a férfiaknak elkezd kihullani a haja. Ez azért van így, mert a haj egy napszimbólum, és ha a férfi nem tud nap lenni, nem ő az, aki ragyog, aki irányít, aki vezet, az megmutatkozik a fizikai megjelenésén is. Tehát a fizikai test követi a belső lelki folyamatokat. Hölgyeknél a hajhullás általában amiatt alakul ki, ha sokáig védtelenek és kiszolgáltatottnak érzik ugye magukat. Sokaknál egyfajta gyerekkorba való menekülést is jelez a hajhullás, abba a korban, amikor még kevés hajunk volt, vagy nem volt hajunk. Illetve akkor is elkezdhet hullani a haj a hölgyeknek, ha túl sok áldozatot hoznak valakiért, vagy ugye valamiért. Ha hagyják, hogy valami vagy valaki eluralkodjon felettük. Papoknál és apácáknál is azért jelentkezik gyakran a hajhullás, mert ugye alárendelik magukat egy magasabb hatalomnak, feladják saját szabadságukat és büszkeségüket. A megoldás az, ha elkezdjük megkérdőjelezni a régóta berögződött szabályokat az életünkben, ha elengedjük a régi és ideje múlt dolgokat, ha búcsút veszünk bizonyos gondolkodási mintáktól, és ha felismerjük a bennünk rejlő önbüntetést. Az áldozathozatalokat pedig tegyük tudatossá ugye az életünkben. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a hajhullásról és a haj megerősítéséről volt szó. Köszönöm a figyelmet, az egészség legyen veled!